Egy. A kutyacska, magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember a feleségével. Ezek nagyon szegény emberek voltak, nem is volt semmi másuk, csak egy nagyon kicsi disznajuk. Azt a kicsi disznót pedig levágták egy nap, hogy majd eladják a zsírját. Na, annak viszont olyan sok zsírja volt, mint a kis ujjam körbe. Azt mondja az asszony a szegény embernek. Na most kend, elmegy ezzel a zsírral a piacra, és eladja jó pénzért, mert most már nagyon szükségünk van rá. Jó, van, gondolja az ember, hátára veszi a zsírocskát, és elindul a piacra. Megy, megy, vendegél, hát útközben lát egy árkot, amiben egy kutyacska ás. Azt mondja neki, jó napot, kutyacska. A kutya visszaugrat. Mi az, hogy meg akarod venni tőlem ezt a zsírocskát? A kutya megint visszaugratott. Hát, én felőlem eladhatom meg. Én eladhatom neked, viszont akkor fizesd is meg. A kutya ismét ugatott. Azt mondja neki a szegény ember. Na jó, tessék. Leszedte neki a zsírocskát, és betette az árokba. A kutya jó ízűen elkezdte marcangolni. A szegény ember egy ideig nézte, de aztán megelégelte, és azt mondta. Na kutya, most viszont már add meg nekem a pénzemet. Mire a kutya elkezdett morogni. Jó van, mondta a szegény ember, hogyha holnap, akkor holnap én nem erőltetem. Hazament a szegény ember vissza a feleségéhez. Látja a feleség, hogy nincs nála zsírocska. Nagyon örül, kérdezi, kinek adta elkent a zsírocskát? Képzeld, asszony, eladtam egy kutyacskának. Hát az asszony meg szörnyűködött. Kend, mintha nem lenne maga elég bolond, de végezte a kicsi zsírocskát is eladja egy kutyának. Hát, és hol van a pénz? Hát azt mondta, hogy majd holnap megfizeti. Jaj, az asszony nagyon dühös lett, jól elverte a férjét, hogy egy kutyának elmerte adni azt a kevés zsírocskáikat, ami maradt. De a szegény ember csak azért is elment másnak az árokhoz. Ott találta a kutyát, az már nagyon örült neki, köszöntötte ugatással. Azt mondja neki a szegény ember. Na te kutya, most ne ugass, hanem add meg a pénzemet. A kutya elkezd morogni. Na jó, azt mondja a szegény ember. Hogyha nem adod meg a pénzemet, akkor én úgy oldalba vágok a botommal, hogy ott helyben meghalsz. A kutya megint tovább morgott. Mire a szegény ember megelégelte, jól oldalba vágta a bottal. A kutya pedig kínjában elkezdett ásni lefele az árokban, és egy idő után fölgördült egy láda tele aranyjal. A szegény ember csodálkozására tényleg kincs volt ott, ahol a kutya elkezdett ásni, úgyhogy a szegény ember inkább alázatosra fogta mondani valóját. Jaj, kegyes uram, nem tudtam, hogy maga ilyen nagy, nagyon nagy úr, úgyhogy elnézést kérek a goromba viselkedésemért, de ezt most már elviszem, mint fizetésemet. Úgyhogy elvitte az aranyat, hazament az asszonyhoz, azt mondja neki. Na asszony, látod, én megmondtam, hogy a kutyacska majd adni fogja a pénzt. Nagyon megörültek, nagyon meg is gazdagodtak, de a szegény ember nem bírt magával, és minden nap kirohant az utcára, és üvöltözte, hogy meggazdagodtunk, mennyi sok pénzt kaptunk. Az asszony pedig csitította minden este, hogy de Ken, ne menjen ki az utcára, mert meghallják a szomszédok, hogy mi sok pénzt kaptunk, és akkor mind ide jönnek kölcsön kérni. De hát olyan sok pénzt kaptunk, és annyit, és ezt nem lehet kibírni. Na, gondolja az asszony, ez reménytelen. Egyik este éppen gondolkozott azon, hogyan lehetne ezt megállítani, amikor támadt egy jó ötlete, azt mondta az urának. Na uram, most maga kimegy a kertbe, mert hogy nagyon érdekeset szeretnék magának mutatni. Hát jó van, mondja a szegény ember, kiment a kertbe, az asszony pedig fölmászott a tetőre, fölvitt magával egy szál hurkát, és elkezdte vágni. Hát a hurka karikák pedig pont a szegény ember feje fölé estek, és elkezdett kiabálni, hogy asszony, ezt nézd, hurka eső esik! Mire az asszony gyorsan lesietett hozzá, és mondja neki, na látja, Ken, na most pedig jegyezze meg, mi akkor kaptunk pénzt, amikor hurka eső esett, mindenkinek ezt mondja. Hát rendben. Másnap jön a falu bírója, a csendőrökkel, és mondja nekik, na, mi hallottuk, hogy maguk milyen sok pénzt kaptak, úgyhogy most azonnal adják át, vagy különben problémánk lesz. Jaj, hát bíró uram, mondja az asszony, hát mikor kaptunk mi pénzt, nem látja, milyen szegények vagyunk? Mire a szegény ember föláll. Asszony, nem tudod, hát akkor kaptunk pénzt, amikor hurka eső esett. Mire a bíró és a csendőrök egy jót nevettek, elmentek, és azon
és azon nevettek egész úton, hogy milyen idióta emberek vannak a világon. Akkor pedig a feleség és a szegény ember megcsókolták egymást, és onnantól kezdve gazdagban és boldogban éltek, amíg meg.